A Szent István Művelődési Házban folytatódott az intézmény és a Csóri Sándor alatt Népzenei Műhely program sorozata, amelynek keretében a Kárpát-medencei népi kultúra örökbe csüveretes múltját idézik meg a résztvevők. A mai alkalommal Zsikó Zsuzsanna moderálásával a bukovinai székely dallamvilág kincseit ismerhették meg az érdeklődők. Tulajdonképpen azért is találtuk ki, hogy egy rendezvény sorozatot szeretnénk létrehozni, mert fontosnak tartjuk azt, hogy a tanítványainkat, illetve Székesfehérvár, illetve a környék lakóinak azt a kultúrát, ami már nem abban a formában a mindennapjainknak a része, mint akár évtizedekkel ezelőtt, vissza tudjuk adni. Búvánat, búvánat, átkozott búvánat. Hajdú Józsefné 1942-ben egy bukovinai székely család hetedik gyermekeként született Hadik népén, az akkori Jugoszlávia területén, majd miután áttelepültek Magyarországra, fontosnak tartotta, hogy az ősi dallamokat, az egykori népi énekeket megőrizze és továbbadja. Úgy gondolom, hogy ebbe benne van minden szomorúság, keserűség, mert a szüleink kétszer menekültek Hadikfalváról. Benne van a vidámság is, mert azért csak-csak sok gyerek család megvolt. Sokszor keserűkbe is énekeltek, például az én szüleim is. Úgyhogy ez valahogy már 6-8 éves koromtól bennem maradt a szomorú énekek. Azok inkább szívemhez szólnak, azok a keservesek. A programsorozata Haja, haja, virágom a közköltészet és népköltészet virágmezein címmel Csőrsz Rumen István irodalomtörténész előadóművész koncertjével egybekötött előadásával június 27-én csütörtökön 17 óra 30 perckor folytatódik. Az esten közreműködik Juhász Katalin népdalénekes, néprajzkutató, Palóc Réka énekművész és Széplaki Zoltán furulyaművész.